Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a tévénézőket, bibliaolvasó útmutatónk mai igéjével, Lukács evangéliumának a 14. fejezetéből, a 27. verstől a 30. versig így szól Isten igéje. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mielőtt boltba megyek, mindig megnézem, hogy van-e a pénztárcámban elég pénz. Nehogy a pénztárnál derüljön ki, hogy nem tudok fizetni. Jézus a mai igénkben arra hív, hogy mindig legyünk előrelátóak és megfontoltak. Mielőtt neki kezdünk valaminek, gondoljuk át alaposan, hogy végig tudjuk-e vinni az elképzelésünket. Jó, ha eláraszt minket a lelkesedés egy-egy új feladat kezdetén, de a tervezés akkor is elengedhetetlen. Építkezésbe sem fog bele úgy az ember, hogy nem számolja ki a költségeket, hogy nem számolja végig, telik-e mindenre. Krisztus követését sem lehet félvárról venni. Komolyan át kell gondolnunk, hogy vállaljuk-e mindazt, ami a tanítványsággal jár. Hajlandóak vagyunk-e minden nap felvenni a keresztünket? Képesek vagyunk a szenvedések között is Jézussal járni? Vajon a rögös utakon is kitartunk Jézus követése mellett? Annie Johnson Flint 20-as évei elején járt, amikor ízületi gyulladást támadta meg. 5 év után legyengült, nyomorék lett és többé nem tudott járni. 40 éven át nem hagyhatta el a szobáját. Folytonos szenvedéseiből verses kötetek és énekek születtek. Az egyik verse így hangzik: amit Isten ígért. Isten nem ígért mindig kékeget, mindig virágos, víg ösvényeket, ború nélkül derűt, árnyék nélkül fényt, és fájdalom nélkül békét nem ígért. De ígért erőt minden új naphoz, munkádhoz nyugalmat, világosságot utadhoz. Bajban is kegyelmet és segítő kezet, mindig veled érző örök szeretetet. Jézus nem akar minket megtéveszteni. Nem mondja azt, hogy könnyű lesz őt követni. Sőt, de megígéri, hogy velünk jön, erőt ad, és nem ad nagyobb keresztet a vállunkra, mint amit el tudnánk hordozni. Amen.